Megkezdődött ma az Oltás Lottó 1 millió lejes főnyereménnyel. Az első nyereményeket vasárnap ki is sorsolják a ma déli kiosztott sorszámok között. Aki lemaradt, az jövő hétig regisztrálhat és részt vehet a következő heti sorsoláson. Az Oltás Lottón az uniós digitális COVID igazolványukat letöltő teljes körűen beoltott személyek vehetnek részt, akik regisztrálásuk sorrendjében sorszámot kapnak e-mailen, miután feliratkoztak a nyereményjátékra. A certifikát kötőjel covid.gov.ro weboldalon, tájékoztat a Román Lottó Társaság. A szabályzat szerint egy személyi számhoz csak egy sorszám rendelhető. A lottótársaság sorsoláskor véletlenszerűen választja ki a nyertes sorszámokat. Az Oltás Lottó főnyereménye 1 millió lej, amit a nyereményjáték 14. utolsó hetében sorsolnak ki. Az október 3-a és december 31-e között zajló oltáslotton 1139 pénzjutalmat sorsolnak ki, összesen 15 millió leértékben. Az első sorsolást október 3-án vasárnap tartják. A péntek 12 óráig feliratkozott személyeknek kiosztott sorszámok vehetnek részt ezen. Hetente 81 nyereményt sorsolnak ki. Heti 80-10 ezer, illetve egy 100 ezer lejes nyereményt. Emellett havonta minden hónap utolsó hetében kisorsolnak egy 300 ezer lejes nyereményt, a játék végén pedig egy 500 000 lejes és egy 1 millió lejes pénzjutalmat.